Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön is kis Battlefield Hardline végső kiértékelés. Most lassan az véget ér a beta, lássuk, mit tud nyújtani nekünk ez a játék. Megpróbálok egy objektív oldalon maradni, megnézni több szemszöget, hogy segítsek nektek eldönteni, hogy ez az-e a Battlefield, amit ti szeretnétek megvásárolni, vagy avagy sem. Ugye játszottunk itt a TNA tagokkal a napokban, és mindenki a fórumra leírta a kis véleményét, kinek tetszett, kinek nem tetszett, ki szórakozott jól, ki nem szórakozott jól, én meg súlyú módon mindent elolvastam, és súnyú módon hallgatóztam, amikor TS beszélgettek, és mindenki kifejtette a véleményét, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor az döntött a játék mellett, vagy ellen, hogy az adott illetőnek mennyire volt jó a játék élménye. El kell ismerni, hogy mindenki, mindannyiunk jól szórakoztunk, és nagyon jól éreztük magunkat hogyha együtt játszottunk, nagyon jó volt csapatban játszani, szórakozás, röhögés volt, játékmód függő volt, hogy mennyire volt emelkedett a hangulat, de, de, de mindenki csapatban haverokkal nagyon jó volt játszani. Ezt el kell ismerni, de minden játékot jó játszani csapatban haverokkal. Ez tény és való. A másik, még, még azt a játékot is jó játszani haverok, amit nem szeretünk, de, de jó játszani, mert ott vannak. És ami tény, tény és való, hogy hogy egy játék nem csak arról szól, hogyha haverokkal játszunk. Vannak olyan játékok, amit csak haverokkal érdemes játszani, de egy Battlefield az a játékok, amelyek. amelyek amit egyedül is élvezni kell játszani. A gameplay-ek amiket láthatok, mindegyik játékmódból tartalmaznak egy, egy, egy keveset, és. És ugye Battlefield Hardline-ban vannak olyan játékok, amelyeket egyedül is élvezni kell. gyakorlatilag is élvezni lehetne, vagy élvezni. Lehet és, és szükséges. Úgyhogy ennek alapján megnézzük azt, hogy hogy Battlefield egy olyan játéke, amit a Battlefield rajongók talán meg szeretnének venni, vagy Netán egy olyan játék, ami, ami nagyban próbál elcsábítani új játékosokat is. Nos, kezdjük az elején. A Battlefield nem, vagyis a Battlefield Hardline nem Battlefield 4 most már. Ugye régen még az előző bétánál mondtam, hogy olyannak tűnik a játék, mint hogy egy Battlefield 4 kiegészítő volna. És uh, még akkor is, hogyha egy új játékmódot mutattak be a Heist és a Blood Money alapján, a az érzete az egésznek olyan volt, mint hogyha egy uh, Battlefield 4 uh, lett volna a fegyverek, a lövés, az egész. Na most arra azért a srácoknak sikerült átalakítani az érzetet valahogy. Ugyanaz a pálya, amit láthatjátok, más játékmód, ugyanaz a pálya, az érzete, a története, hogy zene van a kocsikban, a, a vezetés, a, a kihajolás, például a kocsikból, akár vagy a, a helysznél is, a, a bankjob, valahogy az érzetét a környezettel teljesen átalakították, szóval nem teljesen átalakították, mássá tették is, emiatt a Battlefield Hardline mostanra egy kicsit más érzetet vett fel, Szóval uh, egy egyedi hangulata van. És, és emiatt azt kell mondjam, hogy a játék nem Battlefield 4 már érzetre, de nem csak érzetre nem Battlefield 4, és ez nagyon fontos. Játék struktúrára és fegyverekre, fegyvereken belül értem sebzésre, Ö, játék kimenetelre, párharcok kimenetelére, ez nem BF4. Aki arra számít, hogy idejön és lövöldözik, és ugyanazt fogja kapni, mint bf 4 ben lövés szempontjából, sebzés, stb. szempontjából, játék struktúra és játék menet, szempontjából az csalódni fog. Ez itt nem BF, BF4. A fegyverekkel nehezebb lőni, tény, jobban rángatnak az animáció jó, ö, nehezebbre van csinálva, nehezebben tudsz célozni ö, teljesen más érzetet nyújt már, mint a Battlefield 4 Egy az egyetlen hasonló érzet az a Frostbite Engine hogy fölismered a Frostbite Engine nyom nyomait, mert a játéknak maga a szépsége is nem Battlefield 4 szépség szóval valaki grafikára hajt, akkor BF4 szebb mint Battlefield Hardline, de a Battlefield Hardline a maga kis öm, mikrorombolhatóságával, és egy-két helyen itt-ott nagyobb acska ilyen levelusom félességgel egy sajátos hangulata van. Nem Battlefield 4 hangulat, teljes mértékben nem Battlefield 4 hangulat. A lövés és a játékmenet nem Battlefield, szóval ne arra számíts, mikor megveszed ezt a következő Battlefieldnek nek mondott címet, hogy ez egy Battlefield hasonlatos játék lesz. Mégis mi hasonlít, ami a Battlefield 4-hez hasonlít? Hogyha hogyha őszinte leszek veletek, tehát hogyha TDM-et szeretnél játszani, hogyha, hogyha Conquest-et szeretnél játszani, hogyha Domination-t szeretnél játszani, akkor neved meg ezt a Battlefield-et, halál fölösleges akkor. Akkor ját, játszani kell a BF4-et, BF3-at, ami van, mert azért, hogy TDM-re megvenni ezt a játékot, Domination-re megvenni, és conquest miatt megvenni egy ilyen játékot, vagy csak azért, mert hogy divatból, mert hogy ez az új Battlefield cím halál fölösleges, amiatt nem szabad megvenni a játékot. Miért érdemes megvenni ezt a játékot? Remélhetőleg egy jó single player miatt végre, ugye a Visceral Games remélhetőleg oda teszi magát, bár a story a single playernek elég egyszerű korrupt zsarút kell lekapcsolni. En, ennyi lesz állítólag nagyjából a történet, gondolom meg leszek benne a csavarok, de ha a csavarok jók lesznek, akkor a gameplay maga már tökéletes lesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy miért érdemes megvenni ö, mégis ezt a Battlefield-et? Hogyha szeretted a Hotwire-t, ha szeretted a Bloodman-it, ha szeretted a a Hasted, ezek olyan játékmódok, amelyek újak. A Hotwire egy olyan fantasztikus, hangulatú, Michael Bay-szerű akciófilmbe illő jeleneteket lehet produkálni, hogy elképesztő. A Battlefield Hardline ezért érdemes megvenni. Egy Az új játékstílusok miatt az új Uh, érzet miatt, semmi mert a Conquest Domination uh, TDM miatt megneved ezt a játékot, mert nem lesz az a játék, amit élvezni fogsz, mert főleg azért, mert a sok ember hasonlítja, hogy ez most majd olyan lesz, mint a Battlefield 4 legalább lövésekre, érzetre, fegyverekre, és ő milyen jó fog itt játszani, olyan nagy lófasz, tehát olyan, olyan uh, amatőr hibákba futottam bele itt, amiket így rég elfelejtettem FPS-ekben, szóval uh, ez nem Battlefield 4, és ilyen uh, apró játékokért nem érdemes megvenni, mint a TDM stb. hotfire blood, hész, nagyon élvezetes játékok, nagyon jó uh, adrenalint, és főleg, főleg nagyon, nagyon tudták emelni nálam legalábbis a, a fan uh, faktort, hogy jól érezzem magam. Haverokkal egyenesen. Uh, fantasztikus volt a játék Emlékszem, volt egy nagyon jó játék az Azon kívül, tehát ez volt az, ez az, az egyik Ilyen le legemlékezetesebb Domination, uh, Domination Conquest-et játszottunk Tibi kollégával még egy páran, és akkor Tibi mondta egyik Domination játék uh, Közben, hogy na, uh, Conquest Játék közben, na, én megyek, nekem ez lesz Az utolsó, na mondom, és akkor felajánlotta Talán uh, Healor Na, menjünk át már ezután egy izé hotwire-re Jó, átmentünk hotwire-re, Tibi mondta á, hogy jön ő is Eltelik egy ilyen elkezdünk játszani, eltelik egy ilyen 5 mm, perc, TV beírja a csetbe, hát ez nem, ez valahogy nem az ő játék, nem az ő stílusa. Na jó van, nem baj, játszunk tovább. A játék végére meg már, anyádat ez kurva jó volt, na akkor kérdezem tőle, maradsz még akkor, ha hogyne, is, még ott maradt legalább három menetet erről beszélek, tehát ez tudja nyújtani a Battlefield Hardline fun faktort, fun faktort haverokkal, és, és például, hogyha egy helyszt, egy Blood Money ról van szó, egy fun tud nyújtani, akár ha egyedül szeretsz játszani, akkor is. Emiatt érdemes, a Battlefield Hardline nem egy kompetitív játék lesz, a Battlefield Hardline egy köztes cím lesz a Battlefield 5 és Battlefield 4 között egy játék, amivel szórakozni kell, egy játék, ami ö, nagyobb rétegben fog ö, elcsábítani kis gamereket, egy játék, amely talán elragad más játékoktól más játékosokat, most tudom, a kodosok szerintem nagyon élvezni fogják ezt a játékot, mert, mert itt nincs annyi jármű. Csak kocsik vannak gyakorlatilag, nem kell annyi mindenre vigyázni, inkább gyalogságra van ki, kihelyezve a játék, fegyverekre, stb. Például ezért is mondhatom. Szóval ez a játékot, ezt a játékot így, kell kezelni, és, és megmondom őszintén, hogy Ö, nem tudom mennyibe fog kerülni ez magyar pénzbe teljes árba, de nem, fog, nem éri meg a teljes árát. A teljes árat, ö, nem, tehát főleg a mai teljes árat nem, nem éri meg. Annyira nem egy csodálatosan nagyszerű játék. Ezért ezért is vettem én is meg a G2 arról, mert fél árba volt. És fél, fél árban már azt mondom, hogy oké, okay, megéri. Tehát ha van rá egy ilyen 50%-os kedvezmény. ezt a játékot érdemes megvenni, érdemes vele játszani, ki legalább és, 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 bele kell venni a haverokat, mert, mert ez a játék úgy fantasztikus. Nem egy, egy, rabló rabló rendőrösdi van, és ugye, hát mikor, mikor rabló vagy, az, akkor együtt megyünk, érted? Lopni, megyünk lopni. Szóval ez egy fantasztikus hangolatot a játéknak, és, és amikor beülsz a kocsikba, hogy zenét tudsz váltani, és különböző rap bejön, vagy rock bejön, ami tetszik, egy olyan érzetet és hangulatot nyújt, ami, ami amit mondjuk utoljára uh, a titanfall éreztem. Most kérdezzétek, hogy a francba jön ide a Titanfall? Úgy jön ide a Titanfall, hogy a szórakoztatási faktora, a, az epiksége, a, 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 környezet, a környezet, é, uh, környezet hangulata, és a környezet, ahogy él körülötted A utána így a Titanfall-nál éreztem ennyire érdekesnek és másnak és különlegesnek, azért nem mondom Battlefield 4-et, mert ott is lehetne érezni természetesen, de ennyire különlegesnek és másnak mondjuk egy Titanfall-ban lehetett érezni és, és, és sikerült átalakítaniuk egy kicsit a játékot a, a Viceralla srácoknak és, és lehet, hogy tudnak hozni tényleg egy egyedibb játékot, ami nem egy uh, Battlefield 4 kiegészítő. Uh, mint mondtam ez az, ez az én véleményem én úgy gondolom, hogy nem adnék ki érte egy teljes árat, megvárnám amíg egy kicsit olcsóbb lesz Fran se tudja amikor lesz olcsóbb, nem gondolom hogy egy uh, kifejezetten népszerű uh, Battlefield lesz és mindenki ezzel fog játszani nem hiába van tervezve, az, hogy 2015-ig uh, lesz Battlefield 4 lesznek új pályák és a többi és a többi de egy nagyon jó köztes cím lesz, egy nagyon jó szórakoztató cím lesz, hogyha lesz egy nagyon jó single player, akkor egy maradandó Battlefield lesz. Egy olyan Battlefield, amire a Battlefield rajongók úgy fognak emlékezni, hogy ja, hogy volt ez a játék egy jó single playerrel, nagyon élvezetes kis játékmodokkal, de akkor most már ide visszatérni a Battlefield 5 és zúzni egyet. Egy, egy szórakoztató köztes cím is. és És uh, még egyszer mondom, ne vegyétek meg, hogyha, hogyha TDM Conquest és uh, anyám kínjára váltok, mert, mert akkor arra jó a többi játék is, és azért nem érdemes Battlefield hardline t venni, kivéve hogyha uh, divat uzi vagy, és akkor uh, nagyon szeretnéd megkapni az összes Battlefield címot ott a polcodon, akkor természetesen ennek is ott kell lennie. De én nem úgy tekintek erre, mint egy tényleg egy sorozatos Battlefield játékra. A fegyver fegyverek hangulata jó. Olyan, olyan fegyvereket választottak az egész játékhoz, mint, a, mint aminek úgy lenniük kell. Tudjátok, mihez hozzászoktunk az ilyen. Uh, izé, rendőrrablós filmekben. Tehát van, hogy Soti, Uzi, mindenféle kis gangster fegyver az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ugye a rendőrség által használt fegyverek. Uh, hoztak egy különbséget, egy, 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 egy különlegességet ezzel a, a rablóknak is, a, ugye a, a az inventoriát átalakították, kicsit másképp néz ki, kicsit, ö, hát nem akarom azt mondani, hogy rablósabb, de annyiban más, hogy érzékelt, hogy valaki, valami másik oldalon játszol, és, és, és az egésznek te magad ö, tudsz adni egy hangulatot is, ahogy, ahogy ö, játszol vele, úgyhogy... A játék jó, a játék fan, a játék élvezetes, érdemes vele játszani, érdemes megvásárolni is, de nem érdemes megvásárolni teljes árban, én úgy gondolom. Érdemes megvárni, amikor olcsó lesz, és, és akkor lehet Battlefield Hardline-ozni. Ezt gondolom én. Remélem, hogy tetszett a bemutató. Mit gondoltok ti? Kinek, hogy tetszett a játék? Sziasztok!